Önök az M-Plain Televízió péntek esti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Már is mutatjuk legfontosabb híreinket. 10 nap, 10 településen több mint 500 program az M-Plain Fesztiválon. 8 nemzet táncait láthatja a közönség a Sátoraljaújhelyi Néptánc Fesztiválon. A szájkár az erdőben is. Tegnap este megkezdődött a 24. Zempléni Fesztivál program sorozata. Az elkövetkezendő 10 napban 10 településen közel 30 helyszínen 500 program várja majd az érdeklődőket. A nyitó koncertnek a hagyományoknak megfelelően a Rákóczi Vár udvara adott otthont, ahol a Liszt Ferenc Kamarazenekar Rolla János vezetése mellett Mozart és Schubert műveket adott elő. Az eseményen jelen volt Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is. Nagy érdeklődés kísérte idén is a Zempléni Fesztivál nyitó koncertjét. A helyszín pedig nem is lehetett más, mint a Sárospataki Rákóczi Vár udvara, ahol a nagy hagyományokkal rendelkező esemény keretében most új színpadon állhatott fel a nyitó hangversenyt adó Liszt Ferenc Kamarazenekar. Mielőtt azonban felcsendültek volna a Mozart és Schubert művek, Túrjányi Miklós fesztiváligazgató, Aros János polgármester, valamint az emberi erőforrások minisztere Balogh Zoltán köszöntötte a jelenlévőket. Jártam itt már 2 évvel ezelőtt is, édesapám pataki diák volt, tehát tudom, hogy mit jelent Sárospatak, tudom, hogy mit jelent Zemplén, és az itt élő embereknek azt a törekvését, azt a határozottságát szerettem volna értékelni, és azért tulajdonképpen köszönetet mondani, amivel nem engedik el a kultúrát, hanem életben tartják, ápolják, hallgatják, művelik. Ez egy nagyon nagy dolog, semmifajta gazdasági fölemelkedés nincs anélkül, negyen, meg a kulturális lapja az emlébe megvan. Ez egy olyan hely, ahol azt lehet mondani, hogy azért küzdünk, hogy méltók legyünk a múltunkhoz, és ha ez az ember egy kis segítséget tud, akkor szívesen megteszi. Ezt követően Rolla János művészeti vezető hangversenymester közreműködésével a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában csendültek fel a Mozart és Schubert művek. Az estén közreműködött még Pasztírcsák Polina szopránénekes. Az esemény kapcsán elhangzott, hogy a Zempléni Fesztiválnak számos küldetése van. Mint az elmúlt 24 évben, minden alkalommal most is központi szerepet játszik Zemplén életében a Zemplén Fesztivál. Hiszen az összefogás szimbolizálja, nem csak a zenészeket, különböző művészeti ágakat fog össze, hanem a térség polgárait és önkormányzatait. Egy olyan 24 év áll mögöttünk, amire büszkék lehetünk. Megismertettük Zemplént a műértő közönséggel, a turistákkal, megismertek bennünket, és mi is egy kicsit felnőttünk a művészetekhez, a zenéhez, a különböző kulturális ágazatokhoz, és összességében úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos rendezvény, ha augusztus, akkor Zemplén Fesztivál. A 24. Zempléni Fesztivál élményközpontú hangzott el a szervezők részéről. Óriási élmény van benne, elárulom, én már ezt 15 éve csinálom, már nem az igazgatást, de a fesztivál szervezést, és 12 éve pedig a vezetést, és azt kell mondanom, hogy élmény. Nagyon sok nehézség is van benne, természetesen izgalmak, de a végeredmény az mindig pozitív, és mindig úgy megyünk el Zemplénből, hogy de jó volt, a jövő évi meg még jobb lesz. Ez a fesztivál is változatos programot ígér, sok műfajt, sok színű programokat, kitűnő vendégeket, vendégeleadókat. Mi magunk is, a Dohányi Zenekar, én jó magam is jó pár programmal igyekszünk a közönség kegyébe járni, így megőriztük azt az igényességet, lefordítottuk egy picikét a korszak követelményeire, igyekeztünk a régió elvárásait, a régió vágyait, a régió megfogalmazott kéréseit teljesíteni, de úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon színes és gazdag programmal jelentkezünk. Sárospatak eddig is a költségvetésében elkülönített minden évben egy bizonyos összeget, amellyel igyekeztünk segíteni a rendezvényeket. Ebben az évben ezt az összeget még egy picit meg is pótoltuk, hiszen egy új színpadot kellett felállítani itt a Rákóczi Várnak az udvarán. Jövőre a 25. alkalommal pedig én úgy gondolom, hogy sikerül a képviselőtestületet meggyőzni majd arról, hogy ez az összeg még magasabbra emelkedjen. Az elkövetkezendő napokban augusztus 23-áig számos műfajban közel 500 program várja még az érdeklődőket a nagymúltú Zempléni Fesztivál keretében.
Szombaton kezdődik a 27. Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztivál. Ebben az esztendőben 8 külföldi csoport mutatkozik be a rendezvénytéri színpadon. A fesztivál táncosai mellett minden este kiegészítő program is lesz a téren. Többek között fellépnek az angol tehetségkutatót is megjárt Fricska táncosai és a Prima díjas Sportissimo. Baszkföldről, Lengyelországból, örmények és törökök, Tájvánról és Szerbiából, és előreláthatólag még az indonéz szigetvilágból is fellépnek táncosok Sátoraljaújhelyen a 27. Néptáncfesztiválon. Az idei programban minden este különleges zenei és táncos produkciókat is láthat a közönség. Természetesen a néptánc csoportok felvonulása, illetve bemutatkozása mellett minden nap az esti órákban valamilyen koncert, valamilyen zenés-táncos előadásra kerül sor. Ilyen például augusztus 15-én, már a nyitó napon, a néptánc csoportok felvonulását követően, illetve a bemutatkozásukat követően kerül sor a Fricska és a Cimbali Band együttes közös zenés-táncos produkciójára. A közbeeső napokon is például megemlíthetném a Fortissimo zenekart, vagy például a 19-én a nemzetközi gálát követően pedig fellép a Hold Viola. A fesztivál idén egy nappal hamarabb, augusztus 19-én ér véget. A gála műsoron a székjegyeket váltó nézők közül egy szerepet kap majd. Ő adhatja át az egyik társcsoport díját. Emellett kézműves udvar és játszóház lesz a gyerekeknek, a társcsoportok hivogatója pedig délután kezdődik el. Lesznek támogató jegyek. Nem fogunk kordont felállítani, tehát nem lesznek ezek a térácsok, de akik úgy gondolják, hogy a fesztivál programját, magát a rendezvényt támogatni szeretnék, lehet támogató jegyet venni, és az ott helyet foglaló nézők kapnak minden támogató jegy mellé minden nap másfajta karszalagot, hogy ezzel meg tudjuk nyilván különböztetni a napokat. Az augusztus 20-ai városi ünnepségen a hagyományos protokollprogramon túl a Princesz együttes fellépésével és a helyi amatőr csoport államalapítási ünnepre készített zenés produkciójával készül a Kossuth Lajos Művelődési Központ. A heteken át tartó kánikulai hőség és csapadékhiány következtében aszály lép fel. Amíg a mezőgazdasági kultúrákban öntözéssel védik a növényeket a kiszáradástól, az erdészek csak várni tudják, hogy essen az eső. Zemplénben is megjelentek már az aszály első jelei az erdőkben. A csemeték, de az idősebb fák is párologtató felület csökkentésével védik magukat a kiszáradástól, ami a lombozat elszíneződésével és részleges lombhullatással jár. A nyári időszaknak a második felében végképp szinte azt lehet mondani, hogy egyáltalán nincsen csapadék. A felső vékony talajrétege az kiszárad, és a csemeték azok megpróbálnak úgy védekezni, hogy minél kisebb felületen próbálnak meg párologtatni. És akkor szépen lassan a csemetéken elkezdődik a leveleknek az elszáradása. Lehet látni is, hogy nem olyan szép egészséges zöld színe van, hanem már egy picit sárgásodik. Ezek az aszály tünetei az erdei facsemetéken. A szárazság mellett további gondot jelent, hogy a legyengült növényeket megtámadják az állati kártevők, fogyasztják a lombot. A lombfelület elvesztése miatt a csemetek kevesebb tápanyagot tud raktározni a téli időszakra, és a növekedése is lelassul. A tűzőnap és a vízhiány nem csak a fiatal csemetéket károsítja, de az idősebb fák is megsínlik a kánikulát. Már most is jól látszik a lombozat sárgás-barnás elszíneződése. Az aszály az erdő fatermő képességét is negatívan befolyásolja. Az Zemplénben olyan 3-5 köbméter per hektár az éves növedék egy átlagos erdőnél, és hát ez ugye komoly veszteséget jelent az erdőgazdálkodók számára, de jelenleg még nem jutottunk el ehhez a stádiumhoz, egyelőre még csak ilyen részleges lombvesztés tapasztalható, meg hát bizonyára a tisztelt nézők is észrevették, hogyha most az elmúlt néhány napban körbehordozzák a tekintetüket az zempléni hegyekkel, akkor a hegyek csúcsán már megjelentek az első sárga foltok, az első őszre utaló jelek, amelyek ugye még nincsenek arányban az idő múlásával, szeptember közepén, végén szoktak ezek megjelenni, ezek mind az aszály számlájára írhatók. Az erdészeknek nem áll módjukban védekezni az aszálykár ellen.
Az erdők a természet jó indulatára vannak bízva, azonban egy idősebb fa életében több az átlagosnál szárazabb év is előfordul, melyet az egyed növedékvesztés árán, de képes elviselni, mondja az erdész. A legtöbben az új élményelemek kipróbálása miatt keresik fel a Zemplén kalandparkot. A nyári hónapokban az átlagos vendégszámok többszörösét érte el a létesítmény, ahol a kiszolgálás ütemének gyorsítása és jobbítása miatt több újítást is bevezettek. Az alsó állomáson új helyre költözött a pénztár, és még több információs táblával tájékoztatják a kalandparkozókat a jegyárakról és a lehetőségekről. A nyári hónapokban az átlagos vendégszám dupláját érik el a Zemplén kalandparkban is. A Smekál család Gödről érkezett, csak azért, hogy kipróbálják a kötélpályás átcsúszót. És már régóta szerettem volna kipróbálni, mert Ausztriában is volt ilyen, de ott nem vettük rá magunkat, úgyhogy onnan. Milyen volt az élmény? Hú, nagyon jó. Elindulni nagyon rossz volt, akkor nagyon féltem, de utána már szuper volt. A kalandparkban a napi forgalom kiszolgálása mellett több újítással is készültek. Új helyre költözött a pénztár, hogy gyorsabb és zökkenőmentesebb legyen a kiszolgálás, ezzel párhuzamosan pedig már elindult a téli felkészülés is. Ugye a korcsolya pálya 1200 négyzetméterről 1500 négyzetméterre növekedett, így várjuk a kedves vendégeinket. A lébegő alsó állomásánál a mellékhelyiségek kerülnek felújításra. A pénztárunk átköltöztetése került a mászófal központunkba, ott kulturáltabban és más körülmények között tudjuk kiszolgálni a kedves idelátogatókat. A 14 ezer köbméter vízbefogadására alkalmas medencét kitakarítottuk, felújítottuk, most már újra töltjük, ugye ez már a téli szezonra való felkészülés első lépése. Az egyes számú sípálya bővítése megtörtént. Ha megyünk fölfelé, kis büféket alakítottunk ki a magas hegyen és a szárhegyen a vendégek megelégedésére. A kötélpályás átcsúszóval ideális esetben egy nap 120 embert tudnak kiszolgálni, most is a legtöbben ezért jöttek a kalandparkba. Ez az átcsúszós rész, ez igazából még nem történt, meg ilyen kisebb kalandparkban voltunk, de hát az ehhez képest apróság volt, alig észrevehető. Az intézmény dolgozói létszáma a nyári hónapokban közmunkásokkal és diákmunkásokkal bővült. Valamennyi munkatársuknál elvárás a minőségi kiszolgálás és a vendégcentrikusság, emelte ki a kalandpark vezetője. A dolgozóink ebben a nagyon nagy melegben ugyanolyan odafigyeléssel, udvariasan, elkötelezettséggel végezték munkájukat, melyet most szeretnék is nekik megköszönni. Továbbá köszönetet szeretnék mondani a Városellátó Szervezet igazgatójának és a valamennyi dolgozójának, aki szintén segítette ezében a munkánkat. Általános tapasztalat, hogy augusztus 20-a után visszaesik a forgalom minden turisztikai szolgáltatónál, a kalandparkban sem várnak mást, ezért már most több sportprogramot hirdettek az őszi szezonban. Az egyik ilyen lesz az augusztus 22-én kezdődő hegyi bringa verseny. Sárospatak ad majd otthont az országos református tanévnyitónak augusztus 29-én 11 órakor. Az intézményi tanévnyitó az általános és középiskolások számára pedig augusztus 31-én hétfőn délután 4 órakor lesz a református templomban. A tanítás másnap szeptember 1-én kezdődik majd. Az igazgató hozzátette, ebben az évben a minőségi oktatás lesz a legfontosabb, éppen ezért kevesebb létszámú osztályokat indítottak, és oda is csak azok nyertek felvételt, akik kimagaslóan tudtak teljesíteni. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumában és általános iskolájában már augusztus 17-én megkezdődik a tanévet előkészítő munkák sora a pedagógusok számára. A középfokú oktatási intézményben zajló felújítási munkálatok nyomán ugyanis számos plusz feladatuk lesz majd az oktatóknak, azonban az igazgató elmondása szerint ez örömteli lesz, hiszen megújult és minden tekintetben korszerű intézmény várja majd a diákokat és a tanárokat egyaránt. Az általános iskolánkban két első osztály indul, egy két tanítási nyelv, illetve egy emelt szintű matematika tagozatos 22-es létszámú osztályok. Szándékosan nem szerettünk volna nagy létszámú osztályokat, azt gondoljuk, hogy kisebb létszámú osztályokban a minőségi munka az sokkal inkább lehetséges, mindegy 30-31 néhány fős, főleg az általános iskola
1-4 osztályában azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy kicsi létszámú osztályok működjenek. És a gimnáziumban két új osztályunk indul, egy kéttanítási nyelvű, illetve egy olyan osztály, amelyiknek lesz egy emelt szintű idegen nyelvi csoportja, egy biológia-kémia csoportja, illetve egy matematika-informatika csoportja. Három osztályt hirdettünk ugyan meg a gimnáziumi szinten, és kiment 4 osztályunk, 85 diák, és bejön 64 helyette. Az intézményvezető azt is hozzátette, idén nagyon megszűrték a jelentkező diákokat. Csak minőségi munkát vagyunk hajlandók innentől kezdve elvégezni, ahhoz nyilván minőségi diákokra is szükség van, nem csak minőségi pedagógusokra. Ezért úgy döntöttünk, hogy egész magasra tesszük a mércét, és aki azt a mércét nem ütötte meg, azt nyilván nem vettük föl. Emiatt két új osztályunk indul a gimnáziumi részen. A pedagógus kar azokból áll majd, akik a tavalyi évben is oktatták a fiatalokat. Van egy új igazolásunk, ebben is komoly koncepcionális dolog van, ugyanis eldöntöttük, hogy pedagógust is csak bajnokok ligájás játékost igazolunk a csapatba, és hát most egy ilyen igazolást sikerült véghez vinni, Berkesi Sándor karnagyurat, aki azt gondolom, hogy a református ember számára nem nagyon kell bemutatni, a debreceni kantusnak a híres karnagya és énektanára, aki a Debreceni Egyetemen, a Párciumi Keresztény Egyetemen és máshol is tanít, sikerült őt patakra csábítani, úgyhogy ősztől egy ilyen igazolás fog futballozni a mi csapatunkban. Az intézményi tanévnyitó az általános és középiskolások számára augusztus 31-én hétfőn délután 4 órakor lesz a református templomban. A tanítás másnap szeptember 1-én kezdődik majd. Végül főbb híreink még egyszer. 10 nap, 10 településen több mint 500 program a Zempléni Fesztiválon. 8 nemzet táncait láthatja a közönség a Sátoraljaújhelyi Néptánc Fesztiválon. A szájkár az erdőben is. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zemplentv.hu weboldalon is. Ha a kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!